Ha most vasárnap lennének parlamenti választások, ismét a Szociáldemokrata Párt nyerne nagy fölénnyel. Úgy tűnik a BTK-módosítási sürgősségi kormányrendelet sem változtatta meg jelentős mértékben a romániai szavazók politikai választását. Az ISPOL független közvéleménykutatási intézet felmérése arra volt kíváncsi, hogy mennyire módosította a politikai preferenciát a lakosság körében az utóbbi időben tapasztalható nagy tömegeket megmozgató tüntetés hullám. A tiltakozók számára talán meglepő, hogy nem jelentős mértékben. A válaszadók nagy hányada, 31%-a továbbra is a PCD-re adná le szavazatát, míg az ellenzéki pártok közül a PNL-17 az UCD 7%-ot érne el. A kisebb pártok vonatkozásában az ALDE 2%-kal, a PNP 1%-kal rendelkezne. Rendkívül magas 41 os a határozatlanok aránya, ami azt jelenti, hogy a visszaosztás után ma is bőven többséget szerezne a PCD a törvényhozásban. A kutatás nem tér ki az RMDS támogatottságára. A felmérés február 7-e és 11-e között készült telefonos módszerrel 965 személyes reprezentatív mintán, a hiba határ 3,2%-os.